Jó napot kívánok! Ezen a szép tavaszi napon nagyon sok szeretettel köszöntök Békés Szent András önkormányzatának képviselőtestülete nevében minden kedves jelenlévőt. Ez az alkalom az 1848-49-es szabadságharc és forradalom alkalmából jött létre. Ezt az ünnepséget most itt szerencsére személyesen meg tudjuk tartani. Először szeretném felkérni Lólán Lujza művésznőt egy szavalat elmondására. Petőfi Sándor, a szabadsághoz. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe. Oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjel által, mint kísérted, bolygott lelkünk a világban érted. Kerestünk mi égen földön, téged egyetlen igaz istenséget. Te vagy örök, a többi mind bálvány, mely leroskod egy ideig állván. S mégis számkivetve voltál, mint a gyilkos Káin bujdokoltál. Szent nevedet bitóra szögezték, érkezésed hóhérok lesték. Megszűnt vége hosszú bujdosásod, sírba esett ki neked sírtásod. Bevezettünk, s uralkodás véget elfoglaltad a királyi széket. Te vagy a mi törvényes királyunk, trónusodnál ünnepelve állunk. Körülötted millióm s millióm fákja, meggyúlt szíveink lobogó lángja. Ó, tekints ránk, fönséges szabadság, vess ránk egy éltető pillantást, hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, szaporodjék szemed sugarától. De szabadság, miért halvány az orcád? Szenvedésid emléke szállt hozzád? Vagy nem tettünk még eleget, érted? Koronádat a jövőtől félted? Ne félj, semmit megvédünk, csak egy szót, csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód, s lesz sereged ezer, s ezernyi kész meghalni, vagy diadalt nyerni. S ha elesnénk egy szálig mindnyájan, feljövünk a sírból, éjféltájban, s győztes ellenségednek megint kell küzdeni kísértő lelkeinkkel. Most pedig kérem, fogadják szeretettel a Szent Andrási Dalkör műsorát, kiegészítve néhány általános iskolai diákkal, hegedűn kísér dr. Dobos Ágoston református lelkész. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, thank you.
lásson engem senki, jól vagyok tanítva. Sem léptébe, de sem vágtába, sejlenem esek róla. Mert a huszár a gyerekbe bele van teremtve, mint a rossz maringa jó földbe, sejbe legyök elezve. Köszönjük a Szent Annási Dalkörnek és a diákoknak ezt a kedves kis műsort. Most pedig szeretném felkérni dr. Dobos Ágoston református lelkész, mondja el ünnepi beszédét. Hadd kívánjam a legjobbakat az apostol köszöntésével, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Megtisztelő számomra, hogy most felkérést kaptam az ünnepi beszéd megtartására. Köszönöm Istennek ezt a lehetőséget, a szervezőknek, felkérőknek, és mindazoknak, akik most eljöttek és megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, hogy van akinek elmondani az ünnepi gondolatokat. Erre a mai alkalomra három dokumentumot hoztam, amely nagyon közel áll a szívemhez. Egy bibliai dokumentumot, egy Szent Andrási dokumentumot és egy családi dokumentumot. Háttal állok a kórusnak és a gyerekeknek, de szívből feléjük fordulok,
és kérem, hogy így hallgassanak engem is. A bibliai dokumentum János evangéliumából szól. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ha valaki bűnt cselekszik, a bűn szolgálja. De ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Március 15-én mire tudnánk gondolni egyébre, mint a történelmi eseményekre, és arra nagy értékre, amiért őseink síkra szálltak, és sokan életüket adták, a szabadságra. Sokat beszélünk a szabadságról, de vajon mit mond Isten a szabadságról a Szentírásban? Sokat lehet erről is beszélni, de most ebből a tartalmas gondolatkörből ezt az egyet hadd emeljem ki. Jézus azt mondja, hogy ha a fiú megszabadít titeket, mármint ő, Jézus Krisztus Isten fia, valóban szabadok leszünk. Mégpedig szabadok leszünk a bűn hatalmától, a bűn cselekvésétől, lesz erőnk ellent mondani a kísértéseknek, lesz erőnk leküzdeni a gonoszt, lesz erőnk ellenállni a gonosznak, de legfőképpen szabadok leszünk a bűn büntetésétől, hiszen amikor életünk végeztével Isten ítélő szék előtt megállunk, akkor meg nem állhatnánk, mert mindannyian bűnt kárhozatot érdemelnénk, mert senki nem tökéletes, és így nem mehetünk a tökéletes Istenhez. A Szentírásból tudjuk, hogy Jézus Krisztus a tökéletes Isten fia életét adta értünk a kereszten, és aki őt elfogadja, szívébe fogadja, az ingyen kegyelemből bűnbocsánatot kap. Így szabadít meg bennünket a bűn büntetésétől. És ez a Jézus Krisztusba vetett hit aztán kihat az egész életünkre, és akkor nem leszünk a másikat kiszipolyozók, nem leszünk a másik szabadságát elvevők, és lesz bátorságunk kiállni azért a szabadságért is, amelyet Isten nekünk adott, amikor megteremtett bennünket. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ez tehát a bibliai dokumentum, a János evangélium a 8. részéből a 36. vers, amit hoztam. A másik pedig egy Szent Andrási dokumentum. És ez egy történelmi pillanat, mert nem tudom, hogy így nyilvánosan már belette mutatva, szabad ég alatt, ilyen csodálatos időben Szent Andrásnak ez az ősi értéke. A Szent Andrási népkör végzését magában foglaló jegyzőkönyv 1868-ból. Kevesen tudják, hogy ha megkerüljük ezt a szép emlékművet, és hátulra megyünk, ott egy kőbe vésett kézírás olvasható, mégpedig ebből a jegyzőkönyvből néhány szó, most ki is nyitom az aktuális oldalt, majd utána ide lehet jönni, meg lehet csodálni a csodálatos kézírásokat, és elgondolni, hogy vajon az iskolában tudnánk-e ilyet készíteni, ilyen kalligrafikus írásokat. Népkörünk tiszteletbeli elnökévé megválasztott Kossuth Lajos. Kossuth Lajos népkörünk tiszteletbeli elnökévén megválasztatott. Ez áll itt, és a művész pontosan ugyanazokkal a szép cirkalmas betűkkel ezt kőbe véste. És hát hangzott már erről összefoglaló, hogy hogyan is került ez ide és oda, de én azt hiszem, hogy ha már a református lelkész ezt a méltóságot kapta, hogy ünnepi beszédet mondjon, akkor hadd szólaljon meg most maga a népkör, és hadd szólaljon meg egy igazi szentandrási hang, amelyet most megelevenítünk, és hadd olvassam föl teljesebb terjedelmébe ezt, ami itt olvasható. Hogy jobban képbe legyünk, itt most nem az 1848-as eseményekbe tekintünk bepillantást, hiszen történelmi visszaemlékezést már olyan sokat hallottunk, és vannak, akik nálam ezt sokkal jobban megteszik, de ami csak a miénk, aminek mégis van aktualitása, méltó, hogy most egy ilyen újabb oldalról figyeljünk a 48-as eseményekre. A szabadságharc bukása után Kossuth Lajos, akit a nép valóban szívből szeretett, menekülni kényszerült, menekült lett Olaszországban, Turinban töltötte sanyarú esztendeit, sajgó szívvel hazájára gondolva,
De a nép nem felejtette el, és amikor itt Békés Szent Andáson megalakult a szabadelvű népkör, akkor arra gondoltak az itteni atyafiak, hogy legyen ennek a népkörnek a tiszteletbeli elnöke Kossuth Lajos. Mert lehet, hogy őt a hivatalos hatóságok számüzetésbe küldték, de a nép szíve most is érte dobog, hazáért dobog, és méltó, hogy a népkör tiszteletbeli elnöke Kossuth Lajos legyen. 116-an jöttek össze erre az eseményre, ez már a szabadságharc után volt, 1868-ban, tehát 20 évvel a szabadságharc kitörése után. A szentandrási szabadelvű népkör 869. január 31-én tartott gyűlésének jegyzőkönyve. Elnök jelenti, hogy a még most is folyamatosan számüzetésben élő legnagyobb hazánk fia, Kossuth Lajos, zárójel, szűnni nem akaró lelkesült éljenzés. A múlt év november 29-én tartott házszentelési ünnep alkalmával tiszteletbeli elnöknek megválasztatván erről nagy hazánk fiát olasz honba Turinban levéllel értesítette egyszer s mind a Csányi Barna segédlelkész által fogalmazott és Kossuth Lajoshoz elküldött és a Népszava című hetilap 5. számában megjelent levelet felolvasta. A közgyűlés Zich Károly elnök eljárását tökéletesen helyeselvén, a tetszéssel fogadott levél felolvasása után tiszteletbeli elnökét, Kossuth Lajos nagy hazánk fiát szép reményű két fiával együtt hosszasan éltette. És most szinte lelki szemeink előtt látjuk a népköri épületben összeült 116-os sokaságot, és mi is részesei vagyunk ennek a lelkesült megemlékezésnek. A Kossuth Lajoshoz küldött levél a következő. És most nem csak azt az egy sort fogjuk hallani, mert ott van az emlékműnél, hanem a teljes levelet. Ilyen levelet küldtek a szentandrásiak Kossuth Lajosnak. Csányi Barna segédlelkész megfogalmazásával. Szeretve tisztelt polgártárs, s legnagyobb hazafi. Talán vakmerőség tőlünk igénytelen sorainkkal egy olyan férfiúnak megzavarni perceit, ki éjjet és napot egyétéve minden idejét imádott hazájának boldogulására igyekszik fordítani, kit a magasztos honszerelem nimbuszának dicsugárai varázsfényben állítanak lelki szemeink elé. De nem lehet, bár mint akarjuk, nem lehet hallgatnunk, s fel kell keresnünk szerény levelünkkel a számüzetés sanyarú kenyerére szorított legnagyobb magyart. A ragaszkodás, hála és tisztelet szent kötelességünké tette, hogy ha a napként ragyogó honfiúi erényeket méltóképpen nem jutalmazzák, legalább mi elismerésünkkel enyhítsünk a haza veszte miatt mély fájdalomba, s bánatba borult szív sajgó fájdalmát. Tudjuk, hogy egykor az Isten ember könnyeket hullatott hazája fővárosának leendő megsemmisülésén, tudjuk, hogy ön is láng lelkével, szívverésével áldott hazájáért, s midőn csordultig telt a keserű pohár, drága gyögynyöként peregtek alá szemeink elborult tükréből a bánat vizei, s majd minden húrt megpendített, hogy legféltettebb kincsét, szeretett honát a vész örvényéből kirakadhassa, s a magyar szabadságát és vérrel pecsételt ezredéves alkotmányát visszaszerezhesse. Hosszú időn át vonaglott nemzetünk, mint tetsz halott, a Bach-kor vasjárma s brutális kegyetlensége alatt tűrtünk, szenvedtünk, bízva, hogy él az Isten, s élnek jobbjaink. Majd hangzott a fejedelmi szó, remény dagasztá keblünket, hogy jeleseinket ismét körünkben látván, a visszaszerzett alkotmány elevenítő légkörében újra éledünk. Vártuk a nemzet nehémiását, mentőjét, bálványát, de mind hiába, mert árgosi szemei bepillantának a rejtelmes jövőbe, mint a mi három utóbbi év alatt keserűn tapasztalánk, azt ön előre látta.
Deleárt, kvótát, államadóságot, delegációt, búján, természet, tenésztett 3 év, a jobb oldal magaviselete, a király ügyek izgazgatójának eljárása, Wenckheim miniszter vérlázító nótája csak fokozták a romlatlan magyar színekben a nagy száműzött iránti erős ragaszkodást, bizalmat és szeretetet. Ez az oka, hogy ön Kossuth Lajos általános felkiáltással szűnni nem akaró éljenzések közt népkörünk tiszteletbeli elnökévé megválasztatott. A folyó évi november 29-én midőn népkörünk házszentelési ünnepéjét tartá. A halhatatlan Petőfivel napba kellene mártani ecsetünket, ha merészelnénk rajzolását megkísérteni azon lelkesültségnek, melyet önnek neve és személye szokott előidézni a hon hálás fiaiban, a megvesztegethetetlen népben. A múzsákat kellene segítségre hívnunk, hogy a legnagyobb magyarhoz illőképpen fejezzük ki azon alázatos, de szívből származó forró kérelmünket, miszerint lenne kegyes ön a szabadelvűség zászlója alatt küzdő békés Szent Andrási népkör tiszteletbeli elnökségét elfogadni, és legmagasabb elhatározásáról bennünket vagy magán, vagy hírlap útján értesíteni. Önnek elragadó ékes szólásával, nyelvezetével, slánglelkével kellene bírnunk, hogy újévi jó kívánatainkat egyenesen szívünkből tehetnénk papírra, de remélve, hogy ön nem a szavakat, hanem a tiszta, őszinte akaratot nézendi, megkísértjük szív érzeményeinket egyszerűen kifejezni. A szeretet Istene tartsa meg önnek milliók előtt oly becses, drága életét. Mindnyájunknak örömére számos éveken át szívének keservét végképp oszlassa el a haza alkotmányának az ön bölcs vezérlete alatt jövő országgyűlés által való tökéletes visszaszerzésével. Boldogság kísérje minden lépteit, melyet fokozzon az atya elvei mellett kitűnő tehetséggel tántoríthatatlan küzdő és a magyar hazáért élni és halni kész dicső két fiának a nemzet általi közszeretete. Végkívánságunk, mit itt csak egyszer, de az életben ezerszer mondunk, éljen Kossuth Lajos, éljenek fiai! Ezzel maradunk december 28-án 868. Önnek legnagyobb honfi, tántoríthatatlan tisztelői, Békés Szent Andrási népkör tagjai 116-an. Idáig tartott a történelmi dokumentum, és hát nem sűrűn van ilyen lehetőség, hogy a református lelkész március 15-én ünnepi beszédet mondjon, de azt hiszem ennél hitelesebb ünnepi beszédet nem is hallhattunk volna, és az ünnepi után szívesen megmutatom ezt az eredeti kézírást. Hát, ha el is telt 20 év a szabadságharc óta, amikor ez megfogalmazódott, de azért a honszeretet, a lelkesültség azt hiszem átütött ezekből a sorokból. És hát, ha arra gondolok, hogy Csányi Barnya segédlelkész ilyen levelet fogalmazhatott, hát akkor hol vagyok én? Elnézést, hogy én csak ilyen egyszerűen beszélek, de szívből beszélek. Hát így gondoljunk mi is Kossuth Lajosra, azokra, akik életüket áldozták a hazáért, akik törekedtek arra, hogy itt jól éljünk mi magyarok szabadságban is, ne kelljen elmenekülni, itthon legyünk, itthon. Ahogy említettem, 3 dokumentumot hoztam, a Bibliát, a Szent Andrási népkört és egy családi levelet. Ez nagyon személyes levél, de mégis úgy gondoltam, hogy megosztam itt a nagyobb Szent Andrási családom tagjai között. Ezt az én nagypapámnak a nagypapája írta. Aki 20 éves fiatal volt, papgyerek, és beállt
a szabadságharc seregébe. Végig küzdötte, Világosnál le kellett tenni a fegyvert, és Világostól haza gyalogolt az atyai házba, Baranya déli csücskébe, Kölkedre, hosszú viszontagságos után, aztán református lelkész lett belőle, született 10 gyermeke, 5 fiú, 5 lány, Kórógyon volt lelkész, és 1904-ben a következő rövid levelet fogalmazta meg, hát nyilván, hogy nálunk is ugye 1948-as események után aztán volt sok minden, meg rendszerváltás, ott is volt némi rendszerváltás, és már az üldözött, levítélzett, szabadságharcos is másképpen nézték, és lehetett írni a miniszterelnöknek. Ez rövidebb levél. Nagy méltóságú magyar királyi miniszterelnök úr. Alulírott, mint volt 48-49-es honvéd őrmester, azon alázatos kéréssel fordulok nagy méltóságodhoz, miszerint mellékelt 4 rendbéli okmányaim alapján a honvéd nyugdíj jó téteményében engem, 76 esztendős öreg embert kegyesen részeltetni méltóztassék. Kérésem nagy méltóságot figyelmébe tisztelettel ajánlva magam 1904. március 19-én Kórógy, Szlavónia, Szerém megye, alázatos szolgája, öreg Sebestyén Pál, református lelkész. És itt van az egyik bizonyítvány, a kiskunlacházi református lelkész, aki szintén katona volt, írta. Bizonyítvány arról, hogy idős Sebestyén Pál, Kórógyi, Szlavónia, evangélium szerint reformált lelkész a 48-49-es szabadságharcban, mint önkéntes honvéd tetlegesen részt vett, a szabadságharcot végig küzdötte, s a gyászos emlékű világosi fegyver letételnél fegyverét letenni kényszerítetett, mint a 42. királyi honvéd zászlóalj őrmestere. Mint menekülő honvéd, hosszas bujdosás és nélkülözések után az atyai házhoz Kölkedre hazajutott. Kelt Lacháza 904, Sárközi Sándor, nyugalmazott református lelkész, 48-49-es honvéd hadnagy. Hát bele gondoltam, hogy az én nagypapámnak a nagypapája végig harcolt a szabadságharcot. Hát ugye halottakat nem idézünk, nem kommunikálunk velük, de úgy emlékezünk rájuk. Ott vajon mit szólna az ükunokájához? Hát én azt kívánom, hogy ne jöjjenek itt olyan harcok, hogy nekem harcba kelljen vonulni, mert nem vagyok egy vérmes ember, de azért a magyar szabadságért és a magyar jólétért szeretnék küzdeni, békés módon, szeretettel, és így szeretném magamat ajánlani Szent András népének, hogy szeretnék méltó ükunokája lenni 48-os szabadságharcos lelkész ősapámnak. De azt hiszem, hogy nem csak én büszkélkedhetek ilyen levéllel, hanem hát nagyon sokan, csak esetleg a levelek nem maradtak fönt. És lehet, hogy az itt elők is talán valahonnan tudják, hogy még mesélte, hogy a nagypapájának a nagypapája, vagy nagymamájának a nagypapája harcolt. Hallotta Kossuth Lajost. Adományozott, vele együtt ment. Buzdítson ez bennünket arra, hogy az értékes régi dokumentumokat őrizzük meg. Nem lehet mindent megőrizni. Ha vannak dokumentumok, őrizzük meg. A történeteket adjuk tovább. És legyünk hálásak ezért a magyar fölért, amelyet adott nekünk az Isten, és szívből jöjjön mindig az imádságunk. Isten áld meg a magyart, úgyhogy áldással legyünk a népek között. Drága Istenünk, köszönjük azt a szabadságot, amelyet nekünk az Úr Jézus Krisztusban adtál, és így kérünk majd imádságban, énekben is, áld meg a magyart, hogy áldással lehessünk ezen a földön. Köszönjük azt a békességet, amelyben most itt madárcsicsergés, napsütés közepette ünnepelhetünk. Őrizd meg ezt a békét országunkban, és adj békét a háborúságban levő országokban, világunkon. Ukrajnában, Oroszországban, és amerre még civakodás, veszekedés, nélkülözés van.
hadd legyünk irgalmad eszközei. Az Úr Jézus nevében, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Most pedig kérném a jelenlévőket, hogy emlékezzünk koszorúinkkal az 1848-as hősökre. Fényesebb a láznál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk ide veled. Leborulnak, és áldó imádságnak.